késve ugyan, de kettől kezdték el a tejet szállítani a Hargita megyei tanintézményekbe. A késés többek között az új közbeszerzési törvény okozta, valamint az, hogy a tanfelügyelőség június 30-án kapta meg a diáklétszámra vonatkozó adatokat. A beszállító cégek október 6-áig jelentkezhettek a péktermékek biztosítására kiírt közbeszerzésre, a tejtermékek esetében pedig október 13-a volt a jelentkezési határidő. A procedúra lejárta után a tejet már megkapják a gyermekek. Gyergyó Szent Miklósra a Gordon Kft. Szállítja. A tej esetében kétharmadban olyan Hargita megyei vállalkozó szerezte meg 4 évre ennek a szerződésnek a lehetőségét, amely Hargita megyei állatállományból, tehát a Hargita megyei tejet vásárolja fel, friss terméket készít. A Kiflinél nem ennyire rózsás a helyzet, ott úgy néz ki, tehát egy hét múlva indulhat csak a szolgáltatás, és körülbelül felében Hargita megyei Kifli lesz kihordva, kivéve az iskoláknak, feliben nem. A tanintézményekben rendszerint az első két szünetben osztják ki a tejet. A gyerekek a kiflit is már nagyon várják. Több család számára nagy segítséget jelent az ingyen 10 órai. Igazából a tanév elejétől már folyamatosan kérdezik a gyerekek, hogy mikor érkezik a tej és a kifli. Bár ugye almánk az volt, majdnem tanév elejétől, de az alma a gyümölcs az nem pótolja teljesen a 10 órait, úgymond. Úgyhogy a kifli az, amit a leginkább várnak, ami még mindig várat magára, de kedd óta most már a tej az itt van az iskolában, és a gyerekek nagyon örülnek neki. Vártátok-e a tejet, hogy kapjatok itt az iskolában? Hát én nagyon vártam. Miért? Szereted? Ízlik? Igen. Én szeretem, de vártam is egy kicsit. Ez finom. Még máma nem kóstoltam meg, de aztán, amikor becsengetnek, meg kóstolom. Nagyon sok olyan gyerek van, akik szegények, szegényebb családból származnak, és ott vannak ugye a roma gyerekek, akiknek nagyon fontos, mert ez biztosítja a napi 10 órait. A péktermékek esetében 22 kistérségre hirdettek 3 nyertest, amelyek között szintén szerepel Hargita megyei vállalkozás is. A legtöbb településen, közöttük Gyergyószent Miklóson is azonban, a tordai székhelyű Logistic Media Popart Kft. Fogja biztosítani a péktermékeket. Abban az esetben, ha tanév közben a termékekkel probléma adódik, szerződést bonthat a céggel a megyei önkormányzat. Olyan szerződést kötöttünk, ugye lebontottuk, nem egy-egy licitet csináltunk, hanem most 27 kistérségben van közbeszerzés volt, és olyan szerződés van kötve, hogyha a fogyasztóvédelem, a közegészségügy, valamint az állategészségügy bármilyen hibát kap, kifogásolni valót, mennyiségi, minőségi, garanciális, csomagolás, szállítás, bármilyen téren, akkor tudunk bontani szerződést. Az előző évekkel ellentétben idén 4 évre szóló keretszerződést kötöttek, mind a tej, mind pedig a péktermékek szállítására a nyertes cégekkel, így jövőre várhatóan időben lesz 10 órai a tanintézményekben. Összesen több mint 35 000 1-4, illetve 5-8 osztályos diák és óvodás gyermek kap tej és pékterméket 10 óraira.